reggelt kívánok! Sziasztok! Itt vagyunk az Ordas tavaknál. Féderezni jöttünk ma. Azért akartam bejelentkezni, mert nagyon szépen jön fel a nap. Öcsém már be is készült. Nem tudom, hogy hányas álláson vagyunk, elég sokan vannak. Úgy terveztük, hogy öcsém ideül, dobálja a szigetnek azt a bal oldalt nyílt víz felé, vagy a sziget szélét, én meg ott készülődök már. Első dolgként peletet keverem, hát itt nagy varia mai napon nem lesz. Ez az aromák háborúja lesz, úgy gondolom, mert még a múlt, amikor voltunk itt, akkor vettem ezt a peletet, félre is volt otthon téve. Ez a 2 millis pelet, az itt keverődik. Már olyan, már kezd jó lenni. Én is féderbottal fogok horgászni. Kiraktam már a bölcsőt. Nagy merítőt egyébként ott van, hoztam nagy merítőt is. Úgyhogy remélem, hogy jó peca lesz. Mert hogy elcsábítottál, tesó, mert a múltkor voltál itt, ugye múlt héten? Múlt héten voltam itt, igen. És hány darabpontot is fogtál? 11 pontot. Na takarodj. Tokot, a legnagyobb az 10 kiló fölött volt, úgyhogy jó. Na ne. Úgyhogy elcsábultam. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi nem számítottunk, hogy ennyi lesznek egyébként. De, ja, sérülésű szerda van, azt mindjárt tegyük is hozzá. Minden srácok, egyetlen egy botot hoztam, ami tőlem azért elég ritka, de ide nem kell több. Majd egy kicsit összekészülök, és akkor jelentkezem. Na, mi történik itt, tesó? Már megint te vagy az első. Már megint összesek készülök, te már megint fárasztasz, ugyanúgy, mint Tereskén. Jó, hát én minimál cuccal készülök. Hát én, jó, én is. Minimál cucc. Hamar bepakolok. Közben ugye elhúzta az első hal. Jó. Elég vehemensen kirohant a legelején. Elrohant balra. Elég szépen megdolgoztatja ezt a 360-as kis Shimano botot. Persze nem lesz olyan kicsi a hal. Na. De még a kisebbek is nagyon jól küzdenek különben. Hol van a merítőt, tesó? Sehol? Látom, hogy tükrös lehet, azért megy ennyire. Hát óvatosan azért. Hát jó, csak közben kamerázok is. Jó. Na tesóm, első halnak ez nagyon brutál. Ne csináld. Ez szerintem ilyen 5. Simán 5-ös. 5,5 kiló körül lehet. Mi történik itt már megint, tesóm? Nem bírsz magaddal? Elhúztam. Piros SBS kis csali volt. Elhúzt, megszákoljam, vagy mi? De persze, akkor közben kamerázzak is, nem? Ubban meg. Jó. Benne van. Köszönöm. Első dobásomra készülök, de hát közben öcsém ugye fáraszt, talán látjátok. Természetesen, mert hát már miért is ne. Nagyon gyorsan a szerkomról beszélek. Ugye itt a szabályzat az végtelenül egyszerű. Maximum 22-es fölzsinór lehet, úgyhogy nekem egy 20-as fölzsinór van rajta. Fölraktam egy 20 g-os nevisz kosarat, mert itt csak maximum 20 g-os kosárra lehet horgászni. Egy viszonylag erős guru horgot egy csalitüskével. Tehát egy teljesen hagyományos, egyszerű szerelék. Itt van ugye a pellet, ami ugye csak ezt lehet tölteni. És én arra gondoltam, talán ez az érdekes most benne, hogy én egy fekete csalival fog kezdeni. Mert szerintem talán ez a leginkább, ami nem üt el. Talán kevésbé feltűnő, mint egy sárga lenne. Én ezzel fogok megpróbálkozni. Aztán majd mindjárt visszatérek, csak öcsém halát azért megnézzük. Na mekkorát fogtál, társadalom, hogy én kisebbet? Igen. Na én ekkorákat szeretnék fogni. Hát ebből fogsz tudni. Na, szóval ez a 20 g-os nevíz kosárhoz, ez a
piros töltőszersz, ami jó a Prestonnak. Ez, ami ebbe belemegy. Úgyhogy nézzük is meg az első dobásomat végre. Úgyhogy ezt fogom most itt a boszorkány konyha keretein belül. Úgy fogom csinálni, hogy nagyon kevés pátat teszek csak az aljára. És ebbe fogok nyomni ilyen ebből a gúból, ez egy jó sűrű folyadék, nem kell ebből sok, tehát akkor a Tiger Nut-ból, és akkor megtöltöm a feltet, ahogy mindenki szokta és ismeri, semmi. Na, srácok, nekem is megjött az első hal, amire már azért elég sokat vártam. De végre megjött. Most azt néztük, hogy ugye sokkal bejebb dobál öcsém a két sziget közé. Most ő már fogott, négy halat fogtál, tesóm? Kb. És nekem meg ez az első. Hát az, hogy rátettem azt a fekete csalit, hogy majd mekkora ötlet, az annyira nem jött be. És rátettem egy sárgát, és azonnal elhúzta. Na hát ezek az érdekes dolgok, amiket lehet egy pecával tanulni, hogy basszus, tényleg nem gondoltam volna. Én azt hittem, hogy ilyen széthorgászott vízen igazából jobb lesz a kevésbé feltűnő csali, de ilyenkor az ember át tud értékelni. Ez szerintem tok lesz. Ez szerintem tok lesz, basszus. Én nem akarok tokot fogni, utálom őket. Ú, hogy izé felkavarta ott a vizet, figyeld. Hát ez biztos, hogy tok lesz, hallod? Ez úgy kapaszkodik a fenékhez, mint valami tenger alatt járó. Nem baj, papa. Teljes karikában van a botom. Lehet, hogy krokodil kimászik. Terhelem, mint az állat. Amúgy mennyi erő van ebbe a boltba? Na, jó kis bot ez a Middi. Nagyon szeretem a Middi cuccokat. Sokakkal ellentétben. Vagy akkor inkább úgy mondom, nem annyira népszerű itt van ez a márka, de szerintem nagyon jó. Ez biztos, hogy tok. Mondtam én. Nagy segítek, papa. Nem nagy, de tok, és hallod mekkora, milyen ereje van ahhoz képest, nem, hogy ilyen kicsi, úristen, ketté törik mindjárt bot. És a szemébe akadt, nem áll. Megnézte a csajt közelről. Na hát itt láttátok az első halat. Hát figyelj, legalább nem kell szájába nyúlni. Megnézte a orgot, látod közelről. Mi is engedjük a tokot szépen. Matracból. Köszönjük, hogy jöttél. Hányadik halad ez, tesóm? Ötödik. Ötödik halad? Azt a mindenit. Kettőre akadt, úgyhogy kötöttem egy új erőkét. És most egy spécikon. Meg a... Jó van, csináljuk egy fotót is. Megjött a harmadik halam. Teljesen a sziget oldalába dobtam most. Szerintem ez is egy kis keszeg lesz egyébként. De nem is bánom, én nem akarok olyan nagyon nagy halakat fogni. Igen, és egy szép, nagyon nagy, ó, de szép ez a Déveri, Jézus Mária. Atya Isten, mekkora. Fú, mekkora ez a keszeg. Ú, papi. Hallod, mekkora keszeget fogtam? Ez nem keszeg, ez egy dévér állat. Azt a mindenit. Na, gyönyörű keszegemet le. Feltötlenítettem a száját, nálunk minden halnak jár a tisztelet, és ezt néztek, hogy mekkora. Gyerünk! Az az. Az az. Ott a kapás.
Most én nem dobtam messze. Ez is egy dével lesz, megpróbáltam ilyen féltávot. De... innen is keszeg jött nekem. Nem is akár mekkora. Hát gyerekek, hogy ekkora keszeleket lehet fogni, azt nem bánja az ember. Szerintem. Egyáltalán nem bánjuk. A szágból. Szépen a haracskát. Azaz. Horgón a következő hal. Ez már nem keszeg lesz, hanem egy ponty. Nagyon szép húzas kapás volt. Körülbelül oda dobtam a sziget oldalára, ahol most mutatok. Nagyon szerintem innen látva egy 2 méterre dobtam a szigettől, nem merek nagyon közelebb dobni. De egy nagyon egyértelmű húzas kapás jött ez a hal. Remélem, hogy point lesz. Igen, ott van, már látom is. Tökéletes, és hála Istennek, hogy nem is olyan nagy. Én azért nem szeretek a nagy hatalmas halakat fogni, ezt már egy párszor elmondtam. Ez a tökéletes hal metódra szerintem. Körülbelül ez a méret, ami tökéletes. Meg is van. Ez szerintem, ez a 3-4 kiló, ez, ha ilyet fogna az ember mindig, azt szerintem egy nagyon-nagyon jó méret. Nézzétek meg, tökéletes méret. Ennél nagyobbat én nem szeretek fogdosni. Na, engedjük vissza a halacskámat, ami, mint mondtam, egy tökéletes méret. Amúgy, kösz, hogy jöttél. Itt van a horgon a következő, szerintem ez is dévér lesz egyébként. Most nem nagyon van kapásunk, úgy kb. Nagyon senkinek. De azért nekem van megint egy szebb keszeg. Ott van a szájában a sárga csalim, talán látjátok. Van a halacskám, ott van benne szájába a horog. Ennek ez a módja, minél gyorsabban. Kösz, hogy jöttél, barátocskám. Végre fogtam már egy pontyot is, sok szép dévér után. Meg az előbb akasztottam egy tokot, az kár, hogy nem volt rajtam a GoPro, mert kiugrott a vízből. Most ez a sziget oldalai morgászatom, ez úgy néztek, hogy a kiakasztott klipsz, meg az egyhelyre dobálás most már azért meghozza az eredményét. Még ami érdekes, most a lehető legkisebb csalit tettem föl, ami nálam van. És szépen azt vette fel a tok is. Egy dévért is fogtam, és most van rajta szerintem egy ponty. Végre. Ezt a mepósat, ezt én nagyon szeretem. Itt van, ki van klipszelve a zsinór oda a sziget oldalához. Ez egy jó kis hal. Ez akkor, amikor hát én szeretek pont fogni. Annyira szeretném, hogy jó felvételeket csinálják nektek, hogy néha arra többet koncentrálok, mint magára a horgászatomra, és ez elég nagy baj. Egyébként... most már kapott egy-két levegőt. Látjátok, ott van a szájban piros csali. Kicsi, nagyon kicsi. Megvan.
Na, megyünk a matracra. Jó, ma halacska. Jaj! Azért ez egy szép halám. Milyen kis kerek. És visszaengedjük a halat. Nézzétek, milyen duci. Ez olyan durva. Szépen. Szágból. És akkor szépen kifelé, úgy. Ez az. Tehát megmutatom, hogy ez most ilyen pici csali van rajta. És most lecseréltem az aromákat. Most ezt a spicy sküdet vettem elő. Meg a spicy sausage-ot. Ezt a kettőt próbáltam most kicsit fűszeresebb jellegre. És most ezekkel nem tudom, hogy most ezért volt, vagy csak odaálltak tényleg a klipsz esetetésre a halaim. Nem tudom. Nézzük már meg, hogy most rányomok megint ebbe a spicy squidből. Tényleg csak az íze kedvéért. Így, és akkor oda horgászok. A klipsz az továbbra is ki van akasztva. Ezt a pénélyezre sorsat az úgy kell használni, hogy ez a klipsz ez lefele álljon. Face down, ahogy az angol mondja. És akkor oda horgászok oda a sziget oldalához. Oda tökéletesen beesik. És ahogy a zsinór besüllyed, annyit tudok pont rajta mozgatni, hogy lerakjam a helyére. És így várjuk a kapást. Mert amúgy most a botbe öcsém, láttátok, hogy ő mennyivel bejebb horgászik a két sziget közé. De egyre az ő taktikája jött be jobban. Ott a kapásom. Na hát ezt most ti is láttátok, de ez csak dévér lesz talán. Bár, hát igen, ez szerintem csak keszeg lesz. Milyen jó kapás volt, azt akkor. Tényleg jó kapás volt. Most nem tudom, most erre a spicy squid rátáltam meg erre a kisebb csajatesom, azt most húzza. Most úgy nem tudom, lehet, hogy azért, mert beálltak a halak már oda, mit tudom én, de épp azt mondtam az előbb, hogy azt szedte fel a tok is, a dévér is, meg a ponty is, most újabb dévér. Mekkora keszelek vannak itt, tehát hihetetlen úgy. Gyere! És ráadásul, hogy küzdenek? Ezek a dévérek itt. Az a durva. Azt a mindenit. Hát ezt látjátok. És akkor mehet vissza ez a szép halacska azonnal. Így. Na hát most újabb jelentkeztem, mert öcsém tanácsára, ahogy annyira elleptek a déverek itt a sziget oldalába, kiakasztottam a klipszet, azt láthatjátok, és eldobtam oda az a nádcsomó felé, a sziget közepéig, és mindjárt elhúzta, és jött egy ponty, nem nagy, de legalább nem a déverek megint, hanem egy ponty. És ott van még mindig az a kicsi piros csali, ami rajta volt a szájába. Úgyhogy ez egy jó váltás volt. Ezt csak azért mondom, mert azért nem is olyan kicsi ez egyébként is újra. Meg van, hogy kicsit hagyjuk rá ki magát, majd csöpögjön a víz. Ú, milyen hasa van, azt a rohadt életben. Viszont kiakad belőle a horog. Gyere, fel tud lányítom és visszaengedem. Engedjük vissza ezt a halacskát. Ilyen szép kis ugye duci hal volt. Na jó, akkor ennyi. Na itt a megint egy ponty remélhetőleg.
Ez már jobb játékos, kicsit nyitok a féken, de nem nagyon. Ez már jobb, talán jobban lesz, de ez is az a horgászható méret. Na, én annál kijebb dobtam a sziget mellé. Ó, de jó. Megvan. Na, ha kiuráltad magad, akkor kivenni, úristen! Hát ezzel elmegyünk a matracra. Na-na. Most nem tudom, hogy jó-e. De itt van a halom, lefertőtlenítve természetesen. És elhúzott. Tökéletes. Szóval itt a következő. Valószínűleg pongy. Nagyon szép kapás volt. És ezt itt megint kezdhetném taglalni, hogy az előbb a spicy sausage lávát nyomtam rá, és keszeget fogtam. Most visszatértem a spicy squid goo-ra, és jött egy ponty. Hát most ezt mindenki úgy gondolja, hogy akarja, ezek csak az én meglátásaim, tapasztalataim, hogy az a kicsi piros csalival már hány darab halat fogtam, az azóta is fönn van. Ez egy szép tükrös lesz, úgy látom. Belefordítottam. Gyönyörű szép hal. Jó! Atyaisten! Szép tükrös. Szerintem ez megér egy fotót, papi. Lefertőtlenítve. Mehet vissza az őt éltető erejébe. És akkor ott van. Gyönyörű halam. Elhúzott. Az a helyzet állt elő, hogy most megpróbáltuk öcsémmel, hogy én kisrejtettem meg gót, ő meg nem. És bedobtunk egymás mellé, és az övét 5 másodperc előbb húzta el. De utána is elhúztam, hogy most ő is fáraszt, meg én is. Én halom az előbb elment a sziget felé jobbra, most elment balra, ilyenkor lefele szoktam húzni. És akkor lehet szépen irányítani nagyjából. Na csak nehogy összeakadjunk. Akkor jó. Azért az nem volt semmi, hogy 5 másodperc különbséggel elhúzta nekem is. Neked most végül milyen csali ment fel? Piros SDSS. De azért, aha, tiéd is piros. Én meg... Tényleg? Szemét vagy, dún, azért húztál. Félbe harapta a 8 millist a rohadt életbe. És hogy röhög rajta. Úr, igen, jó. Én mondtam neki, hogy a kis csalik működnek most az egészen kicsik valamiért. És ilyenkor ezek bizony komoly mennyiségű halakat adhatnak. Itt az én halam. Ennyim került elő partra. Ó, jaj, úristen! Gyere ide! Jaj! Hát ez egy szép hal. Szerintem akkor vigyük oda a matracra. Na, te is most pont. Na, hát ez. Tessék, Blond Cow Brothers. Mondtam én neked. Itt vannak a halaink. És így szépen vissza is mentek.
Fertőtlenítés után? Ez jó volt, papika. Ott a csalim. Hol? Ja, félbe harapott, ez bejesz? Az igen. Komoly vagy. Megint fogtam valami halat. A dolog érdekessége, hogy most átváltottam a tutti frutti aromára, és oda belódítottam a sziget mellé, és hát még éppen néztem, hogy szépen, szépen lassan süllyed a zsinór, de már nem bírta el süllyedni a zsinór, mert elhúzta a halacskám. Ez egy kisebb pont lesz, de ennek nagyon-nagyon örülünk, mert egy újabb hal, ami bizonyítja, hogy valamit azért mégiscsak jól csinálok. Azért vannak, akik még ma nem is fogtak halat. Itt pont az előbb jött egy úriember, mondta, hogy ő még ma nem fogott semmit. Ott van a kis piros csali, továbbra is. Tökéletes. Itt van a következő pontjom. De jó az a nap, basszus. Ott van a pici csali. Na, neked is megjött. Na jó van, csak azért. Ezt így kell csinálni. A testvérek között is. Ezt feltétlenítés után lehet vissza. A kis halacskám, amit úgy elúszott. Na, te is fogtál, tesóm. Na. Ó, későn jöttem. Hát ez nagyon, mint az enyém volt. Ügyes vagy. Én nem is tudom, hogy hányat fogtunk. Sokat. Na, hát horgom a következő sokadik hal. Ez is pont lesz. A kisebb fajtából megint oda dobtam a sziget mellé. Itt van megint a tutti frutti aromom volt rajta, szokásos kicsi piros csali. Úgyhogy most nem tudom, hogy a gú miatt, vagy a kicsi csali miatt, de most nagyon jól tudom fogni azért a halat. Azért nagyon szeretem az ilyen napokat, amikor ilyen jól lehet fogni. Persze, hát ez kell egy jó tó. Nem is olyan kicsi ez, de benne van. Hú, hát ezt nem tudom, azért nem olyan kicsi ez a ponty. Hogy izelje ki magát. Hogy ugrálja ki magát. Ó, baszki. Nem olyan kicsi ez, sőt. Na, itt van a szépen fertőtlenített halacskám. Ami azért nem egy rossz darab. Nagyon szép kis halacska. Hiányzik pár darab pikkely. Nem tökéletes, de hello. És akkor így mindeközben meg mindeközben öcsém is fáraszt. Ugye, papika? Uh-huh. De karaj vagy. Jó lesz ez. Szerintem jó hal lesz. Jó. Akkor majd visszajövök, hogyha kijött már. Ó, hát ez egy szép hal lesz. A piros csali, mi papika? Dudibér. Jaj, nem is olyan nagy. De azért szép. Azt hiszem. Hát a harag ütötte sebet gyorsan lefertőtlenítjük.
Bár az én horgom az aztán nagy sebet nem ejtett. Hát igen, ezt már elmondtam egy pár szó, hogy a mi féder horgaink. Tízes kórum horgot használok szakáll nélkül. Úgyhogy. Szép halacska. 4,5 körül lehet. Engedjük vissza. Ej, te som, te megint fogtál egy halat? Uh-huh. Hát, az egy őrület, amit művelsz. Én most dobtam be. És várom a kapást. Nagyon szép időnk volt ma, és nagyon szerencsénk is van, mert elég sok halat sikerült fognunk. Úgy néz ki, rájöttünk az okosságra, már egy ideje. Általam, természetesen. Úgyhogy abszolút a kis csalik működnek, öcsém is most félbe harabdálja 8 millis csaliait, és így tudunk eredményt elérni. Én most már most a serbettel dobtam be, nem tudom, hogy lesz-e valami kapás. Szépen végig próbálgatom az aromáimat, öcsém engedi vissza a halat a bölcsőből. Szóval ez egy jó kis nap, mert számolatlanul fújó halakat, nem tudom. Ugye megkezdjük, tesómat szerinted? Hány darabot fogtunk, tesóm? 20-at körülbelül. Annyit biztos szerintem is. Ez a jó ebben, hogy így meg tudjuk csinálni összhangba. Valami, minthogyha húzgálná a botomat. Ott van a kapásom. Nem tudom, hogy látjátok-e. Hát... ez is megakadt. Bár nagyon finom kapás volt, de megakadt. Szerintem én megfogtam egy tokot amúgy. Szerintem halljátok, hogy mennyire be van feszítve az orsó. Ez egy tok lesz sajnos. Én nem szeretem a tok halat, de teljesen kijött ide a nádba. Ez számomra arra, igen, hát az egy tok papika. Hát, szerintem ehhez a másik szág kéne, de... fú, is szájába. Juhú! Hát meg nem volt igazából, csak addig volt a part, amit kiszedtük a horgot itt. Hát ez egy másodpercet elúszhatni, nem is gondolkodok. Srácok, ez az utolsó dobásom, már nincs több pelletem. Meg már nem is akarok keverni. No, ez az utolsó... benyomom. Aztán jó napot kívánok. Ennyi elég volt már, a rengeteg halat fogtunk tesommal. Úgyhogy ez az utolsó dobás. És akkor tökéletesen használtam a mai pelletet. Most nem nyomok már aromát se. Oda szeretném bejátszani a hölcsém dobál. Ez egy jó dobás volt szerintem. És akkor ezt itt végigvárom veletek, ezt a kapást, ha lesz. Aztán hát engem ez a fűnyírás úgy látszik nem tud elkerülni. Tegnap voltam a Kárplában, ugye? Ott is fűvágás volt, amit természetesen megértek. Ott a kapás. Mondjuk ez egyelőre elég keszeg kapás gyanús, de nem keszeg ez.
Na ezt legalább láttátok ti is. És akkor mondtam öcsémnek, hogy így fárasszom már lefelé, mert így jobb. Jobban megnyugszanak a halak. Milyen jó is, hogy felvettem a kapást pont. Mondom ezt az egyet, mert akkor kivárom. Teljesen elfogyott a pelletem. Kopra. Úgyhogy... óvatosan próbálom. Elakadt. Vagy elszakadt. Valami történt. Leakadt. Így jártam? Akkor ezt itt ezzel hagyjuk abba. Srácok, akkor ez így, ennek itt a vége számomra. Összepakolok, aztán még egy pár dolgot majd mondunk, öcsémmel összefoglal gyanánt. Na, itt a vége, fuss el véle. Végezetül. Mennyi halat fogtunk? 30-an. 30 tuti. Biztos, de inkább többen. Én nem számoltam, hal számlám továbbra sem jó, most még semmi más taktikát nem használtam. Jó volt, ami nekem bevált, pici csali és a piros squid gu. Neked meg... nekem meg, hát igazából múlt héten voltam, akkor kevesebb halat fogtam, viszont darabosabbakat. Most a darabosabb halak nem nagyon jöttek nekünk, inkább a szomszédoknak sikerült darabos halat fogni. A legnagyobb közeli halunk, távról, bocsánat. Közeli távról. Mi, az is érdekes. Igen, mi inkább a szigetek közelét horgáztuk, az nagyjából fél táv. Én különben használtam spécikontól kezdve a SBS-es kis 8 millis csalikig minden. Talán ami a legjobban bevált, az most a Dudi Bates-nek volt a 8 mm-es squid-es pop-up-ja. Na. Azzal fogtam egy 8-10 halat biztos. Így van, hát 2500 forint ugye a napi egy, plusz ugye etetése kizárólag ugye az itt vásárolt pelleteket lehet használni, 2 mm-es méretet veszünk. Örülök, hogy meghívtál, mert amúgy te mondtad, hogy múlt héten jó volt. Igen. Örülök, hogy eljöttem. Ez egy tök jó kis víz. Én ugye nem horgáztam itt, csak ugye ott horgáztunk a másik tavon, az úszós tavon. Úgyhogy ezekkel a szigetekkel kényelmesen nem kell százra dobni, ez olyan 30-ra lehet, nem a sziget nagyjából körülbelül a 30. Szélét dobáltam mellette, de azt láttátok, úgyis nem akarom szaporítani a szót. Úgyhogy visszafolytam a kamerát, és együtt elbúcsúzunk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Kövessetek be minket. Facebookon, most már rajta leszek a TikTokon is, már az még azért kérdéses, de szeretnék ilyen kis rövid videókat csinálni, mert az érdekes lehet. Úgyhogy nézzetek a következő videókat. Találkozunk következő epizódban. Meg az előzőket is nézzétek. Jó van. Sziasztok!